Na, nagyon jó estét kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk Viktorral, drága jó testvéremmel, szervusz. Viktor úr. Úgyhogy pecázunk egy kicsit, hogy legyen pecatartalom. Holott ugye már nagyon régóta megesküdtünk, hogy már pedig ezt a játékot soha többet nem támogatjuk, de hát mivel olcsón vettük a Season Pass-t, ezért most játszunk vele. Figyelj, Viktor, melyik része menjünk? Jó, akkor rámegyek, mert én lementem valahova, hogy... Ez a Lölágdor. Hú, hallod? Milyen szigetre esetleg? A félsziget, az érdekel? Vagy ott túl távol vagyunk egymástól, vagy hogy szeretnél? Mert ott van egy kicsi sziget, amin egy hely van, az nyilván nem olyan jó. Szia Bálint! Igen, nem tudunk aludni. Várja, megnézem azt, hogy normálisan lássam, normálisan látja. Itt van, ahol van az az egy helye. Igen? És attól lefele van két hely. Jó. Itt vagyok. Szevasz. Na, úristen gyerekek, hányan vagytok? Hello Archimedes, hello YouTube, itt is szól, ébren is vagyok, abban a pillanatban jöttem. Na tessék. Szia Agellos és Harvey. Hol vannak a helyek? Valahol itt lesz. Hallod? Azt akarom nyomni gyors menet, gyors futásnak, mint a Xboxos PUBG-be. Ami Xboxos PUBG-be, itt volt Xefan, de gameplay kollega úr nálam. Második lettem, úgyhogy még kimentem a kaja futárhoz is közbe. A kajáért. És arra jöttem vissza, hogy hozom a kezembe a kaját, és veled előttem valaki elrohan. Valaki cségó, Harvey, hát nem tudom, hogy egy ilyen pecás streamen cségós játékost fogsz-e találni. De sok szerencsét. Kavics, hínár, iszapos, az valószínű. Tigris magyarod, bevágom. Hogy is volt a dobás? Ja, igen, most ezt a nem manuális dobást, hanem ezt a segítést használom. Tökéletes, átdobtam itt valami hídon. Jó. Ja, csak a fékerő, az túl erős. 30-ason hagyom bent. Te mivel horgászol? Baton kívül, úgy értem. Én is megpróbálok egy boilit. Ó, már viszi is az egyes, hát be se tudom dobni. Jó, viszi az egyes. Lehet, hogy túl erős ez a pop zene a live alá egyébként. Amúgy nem tudod közelebb húzni egy kicsit a mikrofont? Jobban halljunk. Így. Na, így már sokkal jobb. Hát én már fárasztok. Az a hajnali fél hatkoz képest eddig világos van már, nem? Hát nyáron ez már. De jó nyár lenne. Tervezel valahova horgászni nyáron? Vagy várjál csak, valahova foglaltatok már horgász helyet, nem? Kállóba. Kállóba, azaz nagy kálló. De oda egyébként látogatóként lehet menni? Lehet. Lehet. Mert lehet, hogy szívesen benéznék amúgy. De gondolom nem lehet olyankor ott aludni, hogyha viszel sátrat, akkor ilyesmit ott lehet aludni amúgy. Hát nem tudom, hogy... Mindegy, mindegy, ez megpróbálom... Meg beszélni szerintem. Megpróbálom úgy időzíteni, hogy akkor hazamenjek, és akkor mit tudom én reggel kimegyek, este hazajövök. Hallod? Teljesítményt kaptam, de miért? Jó, de halat fogtam. Mirror Carp, tükörpontot fogtam, Better Together. Ez valami multiplayer miatti teljesítmény lesz, de nem tudom miért. Egy tök átlagos halat fogtam, 10,8 kiló. Nem tudom, mit jelent a Better Together teljesítmény. Most kaptam utkó valamit, nem tudom. Jaj, nagy köszönjük. Várjál, én ránézek erre. Azt mondja Steam.
Better Together, Call of Fishing Multiplayer Session. Ja, aha, fogj egy halat multiplayerbe baráttal a Lölag Dor tavon. Azért kaptam, mert itt ezen a tavon multiba fogtuk a halat. Nem multiztam még ezen a tavon, akkor ez azt jelenti. Akkor én már voltam trányindelek. Szerintem te már ezt megkaptad akkor. Na most dobom akkor be a boilisat. Egyelek meg, szia Pony! Nem szerettem a felvételit. Milyen felvételit? Miről van szó már megint? Nem történt semmi a cseten, de már lemaradtam. Srácok, egy olyan PUBG videó megy fel most közben, ami durva, hogy live közben feltöltök, tehát köszönjük a Diginek is ezt a csodálatos internetet, amivel megáldott minket, hogy live-ozás közben feltölteni is tudok. Hogy elájultok, nagyon jó kis PUBG-zás volt. Na, be van dobva mind a három bot. Itt van Suti is, na ez egy amúgy jó kis hely, itt egy kuka. Ez milyen kuka amúgy, hallod, van rajta egy kicsi lyuk. Mit lehet ide bedobni? De most tényleg. Hát palackot. Palackot? Menj már picsámbó. Jaj. Anya hazaért? Mhm. Jó van. Beszéltem vele telefonon, meg téged is így akkor hívtak, meg mamát is felhívtam, sétálgattunk a parkba. A központi felvételit, hova felvételiztél, vagy mi ez a központi felvétel? Annyira nem vagyok otthon már így az oktatási dolgokban, mi egyrészt gyerekem sincs, én már rég kijöttem belőle, úgyhogy tájékoztas, Boni. Légy oly kedves. Mielőtt idehozok még egy sört. Neked sem egy. Na most indult el pont az egy. Na. Tiplis magyaróra. Tiplis magyaró. Megnézzük persze, már, hogy... Persze, megy a hármas is. Persze. Én meg egyik. Így szokott az lenni. Ugye ez egy baszott nagy tó egyébként. Ez van akkora, mint a... Saint John, nem? Ez van, szerintem. St. John's Lake. Ja, nekem is megy valami. Miért nem tudok? Na ez az. Hármas. Nem voltam elég közel a pecabotokhoz, na megy a hármasom. Ami azt hiszem a kukoricás. Kicsit lejjebb állítom ezt a kamerát, mert legtöbbször nem vagyok benne, ha egyelőre előrehajolok. Srácok, meséljetek, hogy telik a hétvége. Kinek van Ági nevű barátnője, akinek ma van a névnapja. Úgyhogy Ági, boldog névnapot. Innen is, hiába tudom, hogy alszol. Holnap megyünk étterembe enni. Mondjuk étterembe enni járni szoktak általában. Na, megy egy másik is. Neked átlagos hal lesz, vagy jön könnyen? Nekem is jön, tehát... Kérdés, hogy mi akadt meg a másikon. Ha egyáltalán meg tudom, hogy... Nekem még megy. De ezt nagyon könnyen kihúztam ide. Szedjük már ki. Ezzel nem iskolába felvételiztem. Amint most írtam, pont... Pontszám alapján fogok tudni megjelölni iskolákat. Úristen gyerekek, én már megőrülök. Hát, mi ez a rendszer? Egy Ghost Carp 9,2. Túl van ez egy kicsit bonyolítva szerintem. Én annak idején örültem, ha felfogtam, hogy mi történik. Van nekem is úgy kell pontszám. Pontszám alapján dölt el, hogy hova tudsz. Mármint, hogy... Nem, tehát pontszám alapján dölt el, hogy mit tudsz megjelölni.
Tehát mi azért tudtunk bármit megjelölni, akármilyen pontszámmal, én úgy emlékszem. Tehát esélytelenként is meg tudtunk jelölni egy bizonyos iskolát. Tehát nem az, hogy itt van egy minimális pontszám, ami alapján megjelölhetsz egyet. Az megint más, nem? Szerintem akármilyen esélytelen mi megjelölhettünk úgyis, hogy tudom, mint egy pontunk van egy adott iskolát. Na mindegy, úristen gyerekeket, nagyon nem irigylem senkitől, aki ezt most éli meg. Meg ugye most ez, hogy 4 óráig sem engedik a gyerekeket az iskolából, vagy hogy van ez? Van ilyen is. Meg is őrültem volna, ha benn kell maradni. Az a durva, hogy eddig meg tudom fogni az összes halat, amelyik közben elindul. Tehát már a második bot, amit fölveszek úgy, hogy párhuzamosan megy. Jaj, az összes botom kint lesz most. Most itt meg lehet jelölni akármit, akármennyi ponttal, mondja Bálint. Bármit megjelölt, csak van egy minimum pontszám az iskolához, ahol menni akarsz. Persze, jó, oké, akkor ez így volt régen is, hogy... Igen, akkor is felkerültél valami listára, mit tudom én, 30 vagy 20 ember közé, akik... Akik tényleg a best of the best. De oké, tehát akkor minimum pontszám most sincs. Csak hát, hogyha tudod, hogy esélytelen, akkor hülyeség megjelölni. Itt vagy, Suti? Uh-huh. Jó, csak... Muszáj, mert ma többször elment így a hang, meg most fel is töltök, úgyhogy ennek is megvan az esélye, hogy elmenjen. Viszont ez a hal is megy. 73 méter, 74, ez valami nagy lesz, vagy boss? Tehát már 80-ra megy nem sokára. Meg akarja kerülni ezt a szigetet. Akkor jó, akkor egy kicsit már túl dramatizáltam magamba a helyzetet, elnézést. A PUBG-val meg az a helyzet, hogy volt egy live ugye pénteken, és most ezt így nem akartam live-olni, amit nyomtunk így a srácokkal, de mondom, 3,5 órás videó lesz, ami most majd fel fog érni, lehet, hogy holnap már láthatjátok, de most töltődik fölfele. 100 méterre közben a hal. Ma látják, nem? Igen. Lesz vagy dél, szerintem. Akkor már biztos... Na, te is fogtál valami cukit? Szóval lesz vagy dél, mire full HD-ban élvezhetitek, de... Mondom, hogy százon van. Nekem 103. Onnan nem akar jönni, tehát mindjárt megkerül... Á, jó nem, visszafele jön már 102, de... Mint ha meg akarná kerülni itt balról-jobbra ezt a kis szigetet. Ez az egyhelyes sziget, ugye? Amiről itt húzigálom. Érdekes, hogy nem kérteltetve. És amúgy Bonnie, hogy érzed, hogy sikerült a felvétel? Vagy meg is mondták rögtön, hogy takarodj, vagy mi van? Becsém, már megint menne. Az az érdekes, hogy 103 méterre volt, és jobban a sziget mellett, vagy kevésbé volt a sziget mellett, mint most, vagy túloldalán. De most 93 méterre van. De a legutóbb 102 méterre volt, amikor még ott se volt, ahol most. Tehát furcsa. Most szerintem messzebb van, mint az előbb, amikor azt írta, hogy 102 méter. De ez a Feri, ez nagyon tud fárasztani. Mármint, hogy a karakter... Neked is Feri, ugye? Uh-huh. Hát, ezt abban az időszakban írtam ezt a Eurofishing tesztet, amikor... Elég nehéz időszakot élt meg a család, meg én is. De hát... Ezek a dolgok valahogy kicsit enyhítették a feszültségeket, ezek a videójátékos témák, meg a streamelést, ugye én akkor kezdtem el, amikor otthon voltam 2016-ban.
Hát most itt megragadom az alkalmat, hogy Viktornak is megmondjam, hogy hát köszönöm a türelmét ahhoz az időszakhoz. Mikor volt már? De hát nem volt egy kellemes, viszont voltak jó részei, mint például ezek a kis fishingezések, streamelések. Nagyon sokat számított, srácok, hogy ezek egy kicsit kihoztak a szarból. Igazából nem tudom eldönteni, hogy a középiskolai vagy az egyetemi felvétel van jobban bonyolítva. Hát nem tudom, én már akkor utáltam ezt a rendszert, amikor én is benne voltam, tehát úristen. Muterom, édesanyám is sokkal jobban benne volt, meg jobban élvezte ezeknek az utánás, akár a... Mi a neve az egyetemi számítógépes rendszernek nem jut eszembe, vagy hát főiskolai, vagy akármi. Ó, nem jut eszembe. Neptun volt akkor, hogy egyszerűen jobban élte, mint én. Hello Adrián, szevasz Geme, volt már valami nagy hal? Hát mint látod, most kezdtük, 30 kiló halnál se járunk. Ez most nagyobb lesz. Hát ez elment ilyen 100 méterre is, de most is még 60 méteren van. Viktor, neked hol van? Te is most valami nagyobbat akasztottál. 15 kiló. 15 kiló? Aha. Hát te már kihúztad. Én még nem. Tehát nekem még ez jön. De már a sziget innenső oldalán van. Úgyhogy igazából ez nekem a harmadik. Jaj. Igen, nem. Negyedik halam lesz. Ja igen, mert most kint van az összes botom gyakorlatilag, mert ezt is úgy vettem föl, hogy már elment. Neptun, ja, szóval a Neptun jelszava, ami akkoriban régen volt, azt édesanyám rengeteg akármilyen banki vagy bármilyen belépősi rendszerhez használja. Tehát annyira bele volt függve, hogy azt a jelszót, azt átvette rengeteg mindenhez. Tehát én meg utáltam, tehát úristen. De használja azt a jelszót. Öcsém, még mindig 47 méterre van egyébként. Gyere már ki, bajtárs. Egyébként, ha eleresztetek egy kicsi spoilert, aki Xefandét is szokta nézni, de már nem sokára lassan lesz stream, de tudom, hogy miben mesterkedik, hát ugye bányászkodik, és most is videókártyákért volt van Budapesten, de aki követi a Gebe Live Facebook oldalt, az láthatta, hogy itt volt nálam, és nagyon örültem, hogy benézett. Nem csak azért, mert hozott egy üveg pálinkát, hanem mert itt volt. És... hát reméljük lesz ennek még folytatása, hogy akár egy közös live erejéig, és akár följöjjön ide Budapestre, csak miattatok. És hát már ma este is akartunk PUBG-zni, de azt mondja, hogy ha a videokártyákat ugye betette, meg összerakta a riget, akkor ha nem elég megahessel dolgozik ugye neki a bányászás, akkor optimalizálgatja, úgyhogy valószínűleg ez történik most, és azért nincsen live, de nagyon közel van Xefan, de újra képernyőre kerüljön. Nekem gőzöm sincs, mi a Neptun jelszavam, mondja Bálint. Nem baj. Én tudom, de örülök, hogy vége. Aztán mindig húzom amúgy, csak mondom. 34-es fékkel. Nekem meg kellene kapni. De most megy valami. Na, formos kinyom. Mhm, hallom a csipogást. De ugyanaz az egy botom van mind a hát. Én ezt nem is tudom, hogy az... olyankor el szokott indulni, de megy. Szeretem. Ma nem visszhangzok, vagy valami egyébként? De szerintem nem. Mert a másik mikrofon véletlenül beszokott lenni kapcsolva néha, és olyankor van visszhang, de nincs, most nincs bekapcsolva, jó. Aj, 22 méter, alig jön. 21. Most már ki fog jönni, csak hát...
Zavarunk rá egy kis félkerült még, hogy gyorsabban jöjjön. 38-as. Ez már fárad. Tehát ez tény. Álladék. 'Harcsa! Most dugta ki a farkát. 'Harcsa lesz. Hát akkor nem biztos, hogy boss hal, mert ugye a 'harcsákban vannak nagyok, és azok elég sokáig lehet fárasztani. De nagynak nagy lesz szerintem, biztos, hogy 20 kiló fölötti. Csak hogy neked még használni is kell a Neptunt. Értem, Bálint. De akkor kilép be? Vagy hogy van ez? Neked is jó anyád vette át az irányítást? Vagy mi? Magáinak érzi a feladatot? Hello Dragon Time! Üdvözöllek, dicső lovag. Halljátok ezt a halat? Már legalább 10 percet szedem. Shooter közben átvette a vezetést. Bosszot még nem fogtál, te se, ugye? Csak korrekt adom lenni. Hallod, ez nagyon ágál ez a hal az ellen, hogy kihúzza. Megint kapással van Viktor. A Google megjegyezte a jelszót. Aha. Pont így jártam ma. Átruházta rám Ági az egy, a tabletét. És akkor társítottam hozzá a Google fiókomat, de ugye nem tudtam a jelszavamat, mert mindenhol, ahol használom, ott már belép, vagy automatikusan megjegyezte és be tud lépni. Ezért jelszót változtattam, de nem is baj, mert valamikor 2016 nyarán változtattam, úgyhogy már nem ártott. Úgyhogy most egy csomó eszköz, ami használom a Google-t, az mindegyik nyávog, hogy frissíteni kell a jelszót, illetve hát jön az SMS, hogy ugye dupla, vagy nem tudom hány lépcsős azonosításom van már, hogy írjam be. De lassan helyreáll a rend. Ez már megint megy, tehát most 14 méterre volt, már 10 méterre is majdnem. Gyere már ki! Mekkora harcsa akar ez lenni? Hú, de száraz a szem. Egyébként a Le Lac d'Or tavon vagyunk, tavon vagyunk, hogyha valakit ez érdekel, nem a Váltzén a legújabb tavon, mert azt meghorgáztuk egy egyezetötti videó vagy live keretében. Úgyhogy most a Le Lac d'Or tavon vagyunk. Na hát ez a tárgyfelvétel is komolyan mondom. Gyerekek, engem nagyon felidegesít ez a téma, hogy az embernek úgy kell küzdenie, hogy fel tudjon menni kurzusokat, meg előadásokat, tehát... Nonsense, olyan verseny, felesleges versenyhelyzet, ez úgy hihetetlen. A McDonald's. A McDonald's. Pontosan. De most tényleg miért kell itt ezzel stresszelni az embereket, és ráadásul egy olyan rendszer, amit mondja Bálint is, hogy nagyon hamar leterhelhető. És sokan azért maradnak le kurzusokról, mert egyszerűen nem tudnak felcsatlakozni, vagy éppen fölvenni a adott tárgyat. De ez hihetetlen, hogy ez 10x éve így van, amikor legutóbb csináltam, az már több mint 10 éve volt. És akkor is ez volt jellemző. Jó, húzunk a féken egy kicsit, mert ez nem jön. 16 méterre van. Lehet tudni, hogy milyen halat lehet itt fogni? Hát gyakorlatilag szinte mindenféle halat lehet itt fogni, amit a játékban, tehát keszeget, pontyot, harcsát, nem tudom, biztos lehet bodorkát is, ha kisebb szereléssel jöttök. Milyen halak vannak még ebben? Szerintem koi az nincs. Koi... nem tudom, lehet, hogy ebben van koi amúgy. Ez a szellempont, ez van. Ghost carp az van, az volt az legelső hal, amit fogtam, igen. De lehet, hogy ebben van koi is. Sőt, tuti.
Nem? A Manorban nincsen, szerintem, de a Lelagdorban van. Meg a Waldseebe is. Nekem így rém. Ragadozókat sajnálom, azok még nincsenek, tehát ilyen ragadozós, pergetős, vagy akár élőcsalis horgászatot, úgymond kishalas horgászatot nem tudsz folytatni. Giliszta van, meg ilyen különböző kukacok. Az a lényeg, hogy ugye ilyen nem ilyen amerikai horgászos játékokban lévő sügerek, meg ilyesmiket lehet fogni, hanem ugye európai édesvízi halakat. Ezért is szerettük meg ezt a játékot nagyon. Kicsit jobban magunkénak érezzük. Végre kint a hal. Na kíváncsi leszek, mi ez, vagy ki ez. Teljesítmény, The Fat Cat. Wow! Bazzag, be se fér a képbe. 31 kg 69. És ez egy sima catfish. Hallod? Semmi extra. 31 kg 7. Itt a lábad. Szólj, ha megnézted. Láttam. Bazz meg. És, de kaptam teljesítményt, de nem tudom miért. Na ezt is meg kell nézni, ez a teljesítmény miért jött. Az, the cat caught your first. Aha. Tehát a 50 font súly feletti halat fogjál a Lelagdoron. Teljesen mindegy, hogy milyen az, boss vagy nem boss, de ez volt a feladat. Hanyas bot van nálam. Egyes. Nos, minden botom kint van, az tuti. 31 kilós harcs és nem boss. Behalás. Csak pont néztem azt, mert tovább 40 valahány, és 50 kilós is van benne. 50 valahány kilós. Jaj, várjál, mert a féket. De az boss hal, nem? Hát az vagy csak úgy. Én azt mondom, hogy 31 kilós, de én szerintem nem fogtam, és ráadásul, mert úgy, hogy nem boss hal. De hát, hogy farkas, ha látja ezt a videót, akkor tud nyilatkozni, hogy ő járt-e már hasonlóan. De hát mondjuk Viktor is kellően tapasztalt a játékba ahhoz, hogy esetleg járjon így. De amikor emlékszem, akkor a Foundry Dog bejött, akkor volt ilyen, hogy fogtunk ilyen indokolatlanul nagyon nagy súlyú halakat, és nem voltak boss halak. Az Almond is fogott a izényt. 20 valahány kilo, meg én is talán 20 valahány, 28, vagy 30, kifog volt az is. Na mindegy, ez a harcs, ez nagyon tetszett. Tehát most a botjaidon állsz. Lefotózom valahogy. Szép. Jó, erős botok. Sőt, így a... Nem is tudom, az elejére leszúrt. Ez nem rotbot, hanem ágasok vannak. Az a három... Aha. Nekem úgy van, hogy az ágasok tetején, az előső ágasok tetején állsz nekem azt. Én úgy látom, hogy egy van a lábam között. Mhm. Itt lebegsz nekem. És a fán állok. Nekem attól egy legalább egy 30 centivel magasabban vagy. Most már nem. Ah, megy a bot. Halig éve meg mindenki. Szia Laci. Megy a hármas botunk. Ajajajajaj, mi a franc van itt már megint? Na most komolyan, tehát ez is... Úristen! 33-as fékkel szakítani akarja. Majd, hogy nem. Ez is megy a gyerekek. Jó, megint itt fogunk egy darabig... üldögélni. Meg tekergetni. Melyik, és kerül, ez most jobbról akarná kerülni a szigetet. 120 méterre van mindjárt. Jézus, ez egy másodpercenként növekszik. Mi a szart fogtam, hallod? Jézusom, 30-esre kell venni a féket, mert nagy baj lesz. 124, jó van, akar. Most szerintem azért jön erre, mert akar erre fele jönni, tehát félreértés. Ne essék, nem engedett a szorításból. Hello kocka gamer! Itt vagyok az elejétől, csak nem menet a csete. Nem ment a cset, aha. Jól van. Nem baj.
Most megy, az a lényeg. 125 gyerekek, mit fogtam? Én ezt... Jézusom. Már a sziget közepénél jár, már mint hogy mögötte. 130 méter. 31-es fékkel nem merem jobban. Most feljebb veszem, 36. Közel a nagyon durván piros tartományhoz. Ah, vissza kell venni. Hihetetlen. Tehát ez valami nagyon nagy. Nagyon nagynak tűnik. Jézusom! Hogy vagy? Hát köszönöm szépen, jól vagyok. Nem tudom, Viktor nevébe is szerintem nyilatkozhatok. Ő sem panaszkodott még semmire. De hát, hogy ez meg fogja kerülni a szigetet. Már 130 méterre is volt. Most 128, megint 130. Hallod, ezt nem tudom mikor fogom kihúzni, tehát már 140. Közben megy egy másik bot. Nem érdekel, az egyes megy. De hát ez hihetetlen. Meg fogja kerülni a szigetet, besírok. Igen, remélem nem baj, ha megkérdezem mikor lesz etés. Nem baj, úgyse fogom tudni. Tehát 141 méterre van már. Mi a szart fogtam. De ATS valószínűbb is, ha lesz, mert még abban nem tudom, meddig lehet teljesíteni, vagy kettő fuvarom hátra van, hogy meglegyen ott is a második tíres karácsonyi jutalom. Megy az összes botom, ez meg 150 méterre van mindjárt. Kocka Gamer, köszönöm a reklámot magamnak. Bazd meg, Viktor, itt meg... káosz van. 148 méterre van a halam még most is. 31-es fékkel. 36-ossal, most egy kicsit megrántom. 149, akkor még egy előrébb megy, vagy hátrébb. Gyerekek. Gyanús, hogy lehet, hogy életem halát fogom most éppen a játékban. ATS is jó. Jó. Nem tudom. Valaki meg tudja nekem mondani, hogy meddig van ennek a gift delivery-nek a határideje? 21 vagy 22, de azt mondom, most 21 van, lehet, hogy még a mai nap meg lehet csinálni. Szerintem mai nap az utolsó. 150. Rádottam két raklétán, szerintem. Már kapás van, vagy mi? Rádottam két raklétával, de ha nem várok, akkor meg semmi. De itt emlékszem, voltam valami, de azt fogtam, állandóan edettem. Kifogtam alapítót, adottam a botot, elkezdtem etetni. Jött. Ha nem etettem, akkor nem. De legalább működik. Egyik bot leakadt. Legalább reál. Száz... Ja. Az az érdekes, akkor rádobom az etetőt, és így rögtön egy másodpercen belül kávékapás. Akkor neked is úgy lehetett. Hát egyet ledobtam, abból kijött a kaja, másodikat rádobtam, azt már... Ja. Akkor gyors kapás volt. Szuper gyors. Ja, amúgy érdekes, azt gondolná az ember, hogy ugye a halak megijednek, ha valamit így közéjük dobsz, de legtöbb esetben én úgy láttam, akár a kis halaknál is, hogy valamit közéjük dobta, azok így rögtön rárohantak. Na, de attól függ, hogy ismerik el ezt a halakot a halak. Na, de meg ebben még írtóznak tőle, mert ott még nem volt tele haingálva. Attól függ, hogy mi ez vannak szokva, igen. Még mindig 150 méter. Székelyre meg ilyetni helyeken, ahol mindegyek lehetnek ilyetni volt ott. Ott már várják gyakorlatilag, hogy már ami menjen. Vett a hal, bedobta a 3-4 gombócot. Kétszerre 2-3 volt. Ja, ott már így gyakorlatilag, mint az állatkertben várják a zócsemegét. Gebe lesz valamikor... Rocket League vagy Cség? A Cségó az biztos, hogy nem lesz, tehát arra ne számítsatok. A Rocket League az annál valószínűbb, bár már egy meccset játszottam és gyakorlatilag felhúztam magam. Letargikus állapotba kerültem, aztán aludtam egy órácskát, és aztán utána PUBG-ztem, tehát kb. Ilyen állapotokat okozott a Rocket League. De azért az
azt majd lehet, hogy játszunk. Így akár privátba vagy valami. Vagy veletek, srácok. Na, 138 méter, lassan talán elindul idefele. Innom kell, hát meghűlök. Ez soha nem fog kijönni. Felrázzuk a havas szilvás. Te itt iszogattad ezeket a téli nesztéket, Viktor? Nem. Jó nagyon ez a szilvás. Na, én abban leszreítem, azt nem tudom, itt igen nyitom. Vagy a fahéjas almás. A fahéjas almást, akkor azt próbálj ki. Az almalevet amúgy is szereted, nem? Almás fahéjas, vagy a fahéjas almás? Farkas perci. Széjjel fagy. Na. Egy rakétát dobtam rá, viszont. De az is két botot, hogy nem dobálok rá kaját, nem? Na most persze, meg az egyik. Persze. Nekem leakadt már mindkettő, ami elindult közbe. Hát ez egy gigantik hosszú fárasztás. De még mindig 130 méterre van, csak mondom. Tehát... Leisztak. Ez még nem tudom, mikor fog kijönni. Ajjaj, volt egy kis beszaggatásom neked is? Nem. Akkor valami helyi probléma lehetett. Helyi hülye volt. Remélem nem történt volna. Holnap után kis kedd. Holnap után? Ja, az lesz. Most vasárnap. Little Tuesday. Lesz. Day after tomorrow, Little Tuesday. Az a holnap után kis kedd angolul. Tuesday. Day after tomorrow. Tuesday. Na, gyere már, 110 méter, 112, 100. Tuesday. 37-es fékkel próbálom húzni, de nem jön. Pedig annak van már ellenállása, felviszük 40-re. Ajaj, akkor már eléggé szakadna 36-ossal. Egy arany középút. Soha nem fog kijönni, ezt hallod? Meghűlök. Lehet tippelni, srácok, fiúk, lányok. Hány kiló lesz? Január 22-én 0 óra 59-kor lesz vége az ATS-es fuvarozásnak. Ja, az vonatkozik egyébként az ETS-re is, tehát mind a kettőre. De köszönöm szépen, Bálint. Szóval 22-én hajnali 1-kor kávé. Tehát akkor holnapi nap meg kell csinálnom azt az utolsó kettőt. Hogyha nem akarom a Steam piacon megvenni a maradékot, mert nem is akarom, mert a World of Tracks oldalra is ugye speckó achievementet ad ez, hogyha ezt megcsináljátok, úgyhogy arról meg lecsúsztok, hogyha megveszitek a tárgyakat. Amint hogyha az olyan nagy dolog lenne, de jól esik, ha megvan. Meg eddig minden eventet megcsináltam a World of Tracks-on, tehát sajnálom ezt is, hogy eddig húztam. Na. Még mindig 105 méter. Szép lassan jön. Szerinted harcsa lesz? Archimedes. Jó, emlékszem, egyszer havaromban a Eurofishing kezdtek, hogy 45 percig fárasztott egy halat. Mindenki várta a csodát, de komolyan hárman álltunk már és néztük, mi lesz, aztán kijött egy 26 kilós hal. Na jó van, ne idegesíts. Milyen szinten volt, attól is milyen szereléssel. Nem lehet a hal helyett ilyen dolgokat kihúzni, van egy ilyen kérdés, de sincs 28-40 volt a Claudia Pony, 45 percet. Akkor végül is, ja. Akkor nem mérvadó. Te is már magas szinten vagy. Szóval nem lehet ebbe a játékban ilyen bakancsot, vagy bármi mást kihúzni hal helyett. Melyik játékban lehet amúgy Shinjitsu?
Vicces amúgy. 22-es szinten húzta. Hát akkor igen. Viktor itt van, 25-ös. 18. Ja, 18. Mindegy, most már az a lényeg nekem, hogy boss hall legyen akkor. Kaját kíváncsi vagyok, mert eddig nem tudom. Mit mondasz? Dobok rá egy rakétát. Ja, dobjál. Ha nekem most ugye a másik kettő az meg lett kapva, tehát azon biztos nem fog elindulni, mert leakadtak már. Ez meg még hát 99 méterre van, úgyhogy ezen még van mit tekerészni. Ez a zene. Kicsit olyan, mintha még izé Klassz FM, vagy nem tudom. Vagy hol vannak most a izék? Balázsék Rádió 1? Nem tudom. Azt hiszem. Elvileg ezek ilyen non-copyright, tehát nem copyrightos számok, viszont a legutóbb aztán forzáztunk. Vagy nem tudom, akkor viszont bent becsúszott egy copyrightos zene egyébként érdekes módon. El is küldtem a vitatást, még nincs eredmény. Hello Erik! Ez a non-copyright szolgáltatás egy kicsit itt megbukott. Jó, ingyen van, de reméljük nem lesz tendencia. Vagyis jó reggelt. Igen, hát már lehet így is fogalmazni, egy jó reggelt. Mindig 90 méter, még mindig a sziget mögött van egy kicsit. Istenem, mit fogtam meg. Azt sem tudom, melyik bot, meg milyen csali van rajta komolyan. Hármas boton egy kapás. Hello, Gábor csatornája. Na, te is Gábor vagy, akkor üdvözöllek. A Gáborok tartsanak össze. Hello, Joci! Érkeznek azért ilyenkor is, hajnal 2 lesz nem sokára, 1 óra 42 és 11-en vagytok. Behányok komolyan. Mindig 90 méter gyerekek. Alszok egyet addig, csak valahogy nyomom a gombot közben. Már megint a sziget közepén van mögötte. Lassan. Na gyere akkor erre az oldalról próbáljuk megkerülni, gyere jobbról. Nem, nem, nem. Le szeretne akadni, akkor jó, gyere balról. Nem, most megint jobbra megy. Mi az Isten? Komolyan mondom, mi ez? Édes Istenem. Nem gondoltam, hogy egy halat fogok fárasztani az egész live alatt. Kb. Jó, nem egy, mert ez nagy a hatodik, hetedik lesz, ha kijön. Tégy rá valami nehezéket. Gabcsikák tartsanak össze. Na Erik, adok én neked mindjárt olyan gabcsikát. Gyere már, 91 méter, még mindig 92. Ezt ezen a tavon fárasztottad ezt a nagy, vagy a Waldzén? Waldzén. Ott volt a Claudia Schiffer. Claudia Schiffer. Gyere már. Gyere már át a híd alatt, hát nem igaz. Ez ott akar megragadni, komolyan mondom. Egy halat, meg a nézőket. Jó van, Erik. A Fable-ben volt, azt hiszem, hogy random, haszontalan tárgyakat lehetett kifogni. Lehet, hogy tévedek, rég foglalkoztam vele. Most, hogy így mondod, lehetséges, hogy abban volt, igen. Nem játszottam vele, de azért hallottam ilyen dolgokat. Meg a Torchlight 2-ben is lehetett, azt hiszem. Ugye ott voltak ilyen kutak, vagy nem tudom, kis tavacskák, amivel horgászni lehetett. És abban is lehetett fogni ilyen fasságokat. Torchlight 2-ben.
Gameboy és Pokémonba horgáztam. Júj, Erik. Nekem soha nem volt elnézést Gameboyom. Áginak volt, meg általában van. Csak Nyíregyházában egy olyan lakásba, ami már nem használt, úgymond a család által. De egy pár cuccot még onnan illene elhozni, és azt mondja Ági, azt gondolja, hogy legalábbis ott van a Gameboya. Legközelebb, ha otthon járunk, akkor most már el kell oda andalogni és kutatni egy nagyot. Nyolcvankilenc méter, tehát már volt már közelebb is, de megint ott van a sziget bal hátuljánál. Ezt még megnézem, hogy ki fogod, de mi utána szerintem megyek aludni. Na azért mondom, hogy ebben van. Ebben tudja, hogy van. A manorban nincs szerintem. Tudsz a való életben horgászni? Hát én nem mondanám, Viktor scooter fan, ugye a testvérem, ő azért nagy, eléggé nagy horgász, tehát ő... Komolyan sokat is költ rá, meg foglalkozik vele. Mi a leakad, vagy mi a baj? Hát nem rakta le ezt a szart, amivel kifogtam. Ja. Mire felvettem, meg leszakadt, pedig volt egy kapás végre itt közel. Mi a legnagyobb pontjod neked pontosan, Viktor? 20 kiló 50. Na, majdnem 21 kilós pontja rekordja. 20 kiló 25-es. 20 kiló 25-es, tehát Viktor komolyan űzi azért. Én ilyen hobbi szinten. A 2. október 1 és november 4. Tavaly? Hát... Mind a kettő? Én Budapesten lakom, Viktor meg Nyíregyházán, de Nyíregyházi Szabolcsi származású vagyok én is. Viszont én már elég régóta Budapesten dolgozom és élek. Hallod, mindig 91 méterre van, tehát... Gyerekek, szerintem kifogjuk ezt a halat, vége lesz a live-nak, vagy én nem tudom. Gyere már! Mondjuk fásítozok is. Mondom, már csak megnézzük, mi a helyzet. Itt a... tavakon, tópartokon, vagy hogy van abban a horgászos interjúban? Mi újs... Jajajaj! Majdnem leakadt. Aja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 j
lőttem, és majdnem megszívtam most kétszer is. Felkiáltó jel felvillant. Nem szabad elaludni. Ment a szup. Nagyon szépen köszönöm, Gábor. De miben utazol egyébként, ha már ez a nevet, hogy Gábor csatornája. Várj, ó, rossz helyre kattintottam. Nem. Gábor csatornája. Áj, Istenem, ez a laptop. Kikészít. Azt mondja, hogy csatorna megnyitás. Közben megint 93 méterre van a hal, tehát van még időnk. Hallasz, Suti? Hallom. Szuper. 117 feliratkozó. Hearts of Iron, de jó borítóképed van, csomó játék borítóban. Hearts of Ironban van ilyen Magyarország, azt a kur... Jó van, Gábor, visszaszubolok, aztán majd megnézzük, hogy mit tolsz. Hearts of Ironnal én soha nem játszottam, meg nem is terveztem, de biztos, hogy az a közé a játékok közé tartozik, amit szívesen megnéznék. Nyolcvankilenc méter, ne csináld már, hát hova megy ez, gyerekek? Szentséges úristen itt. Már megint majdnem a sziget közepén jár mögötte. Jaj, Istenem. Van egy kis mákos gubám, abból lehet, hogy enni kéne.
Viktor meg közben már 15 kilóval, majdnem el, 15 kiló nyers hallal elhúzott. Hallasz engem? Hallom. Ah, jó van, csak a csend az mindig már paranoiássá tesz, hogy megszakad a kapcsolat. Hát gyerekek, megküldök, itt fogok elaludni, és nem bírok kifogni a halat. 89 méteren állunk már, nem tudom hány percen. Így 90 méter környékén. Topka pihen, közben csak néha ránézek, Topka nyuszka. És kutyafekhelyét végre felfedezte, egy jó hónap után rájött a nyuszi, hogy mire való a kis párnás kutyafekhely. Most már abba alszik. Kérhetek én is egy kis mákos gubát? Hát persze, hogy kérhetsz, legfeljebb nem tudok adni. És vanília sodóval van nyakon öntve egyébként. Sodó. Sodó, egy kis sodóval. Na, hallok már kapásra a Viktorna. És Erik már ki is írta, így van, tehát vanília sodóval. Nyakon van tekerve. Nem is igazán vacsoráztam semmi komolyat, csak ilyen puffasztott lófaszt. 92 méterre van. Ági alszik, igen. Tudom ám, hogy mi a jó bizony. Ez úgy történt, hogy a mákos guba, hogy képzeljétek el, lángost kívántam, meg Szefande itt volt, és tudtam, hogy ő szereti a lángost, de nagyon nem volt kedve így mozgolódni. Mondom neki, hogy két lángosos van, Xefi, az egyik nem tudom hány villamos megállóra van az egyik irányba, a másik meg busszal van a másik irányba, nem tudom hány megállóra, ez nem volt kedvünk. És akkor rendeltem lángost, mert lehet, ilyet is lehet. Nagyon durva, brutál lángos volt. Három ilyen hosszú csípős paprika is volt rajta. Ne kérdezzétek miért. De azt nem ettem meg. Viszont rohadt finom volt, és akkor úgy volt, hogy 10 forint híja volt a minimális rendelésnek, úgyhogy rendeltem lángost, és ezért kellett desszertet mellé csapni, ami mákos guba vanília sodóval. De még valami ettem, viszont van. Nem Ági csinálta. Ági sajnos megbetegedett egy kicsit. Tegnap lázas is volt, meg taknyol, ilyesmi. Már 100 méterre van egyébként, megint elment. Tehát nem tudok vele csinálni a hallal. És nyilván emiatt nem is járt a konyhába olyan céllal, hogy főzögessen, inkább ilyen teákat, ilyesmiket csinálgatott. Meg sétáltunk egyet délután, hogy legalább friss levegőn is legyen. Úgyhogy... innen van a guba. Tényleg, meg Szefél, nem tudod, hogy mi van? De, mondom, itt voltam a... Hát most kőkeményen bányászatra vannak állítva a gépei, meg most is videókártyákért volt fönt itt. Ugye hát valamiből meg kell termelni azt, hogy élhessen az ember is. És... ma már le, azt mondta, hogy lehet, hogy live-olunk, de valószínűleg elhúzódott ez az új kártyáknak a berakása, illetve az optimalizálása, úgyhogy azért már hiányzik neki is, tehát higgyétek el, itt van, él, velünk van, úgyhogy nem sokára föl fog azért tűnni ő is. Nem négy sávos út mellett lakunk itt. Hála a jó Istennek kettő park is van, ahova ki lehet menni sétálni, tehát jó levegőn voltunk. Ó, gyerekek, Xefi? Persze, hogy bányászik. Xefi live-ot is csinált, amikor ugye ilyen bányászgépet rak össze konkrétan, tehát tutorial live is van fent, nem tudom, hogy felhagyta azt, de nemrég volt. Pont mielőtt így abban maradt így a
nagy PUBG-zgatás, meg ilyesmi, tehát jó két hete volt, szerintem az utolsó live-ja volt ez idáig, amiben ilyen gépet épített össze. Úgyhogy ő nyomatja, úgyhogy most is alapanyagokért, alkatrészekért volt itt. És akkor mondtam már, hogy nézzen már be, és hát benézett, és gyerekek, abszolút jó volt. Főleg, hogy hozott pálinkát. Ezért már megérte, hogy eljött. Neki is. Nem, Erik, nem. Nem csak. Ez csak egy ilyen melléktevékenység, amire most egy kicsit jobban ráfeküdt. Viktor? Hm? Esetleg itt meghalnék. Mennyi idő, amíg ide érsz Budapestről, hogy ezt a halat kifog nekem? Vagy mindjárt egy házáról? Mert még mindig 90 méterre van, csak mondom. Mióta ismerek Szefit? Hát legalább egy éve már, vagy másfél, amikor találkoztunk először egy Play-en. De szerintem annál már régebb óta vagyok a csatornáján admin, vagy mi moderátor. De most volt először, hogy konkrétan azért találkoztunk, mert hogy megbeszéltük. Jaj, gyere már. Nem igaz, hogy nem bír átjönni majd ez a hal. Már egy évesek vagytok, Szefi, igen, ünnepelni kell. Ez a csodálatos évfordulót. Hello, Harvey, újra. Na, gyere már, te hal, most már komolyan mondom, felviszem a féket ezresre. Na jó, nem. Na, hogy leszakadjon most már ennyi idő után. Hát ez egy szemét, baszki. Viktor már azóta legalább 30 kiló halat fogott. Amióta mi ezt szedjük ki. Most nekem is van egy. Igen? Mióta? Hát, 3 perc, de 90 méter felett van egy. Nagyon jó. Gyere már. Még egy kis hídon sem akar átjönni, nem hiszem el. Megint 90 méter felett van. Tehát ez... Rosszul vagyok most már. Kell mennem WC-re és pipikélni, aztán gyerekek, nem merem itt hagyni, mert ugye leakad. Ágit felkeltsem, hogy eddig tekerje. Biztos, hogy örülne már. Más se hiányzik neki. Vagy nem tudom, hogy flakonba belepisilek, vagy van itt sörös doboz üres. Csak nem pisilek fél litert. Bele kell találni a lyukba. Az meg mondjuk könnyen megvághatja a végét. Ja, nagyon sok. Ahhoz képest, hogy 2 óra van hajnali, 2 óra. Sok néző van. Egy abból biztos, hogy én vagyok, mert ugye nézem, hogy minden rendben van-e, meg a csetet. Az se rossz, tényleg felkeltem mágit, hogy ő menjen WC-re helyettem. Mik általában bármikor, mindegy mikor megyek aludni Ági mellé, akkor ő föl kell, mert WC-re megy. Adok egy flakont. Van flakon, csak még van benne tea. Most bontottam ki, tehát arra furcsa lenne rátölteni.
Na hány méteren van Viktor? 77. Akkor az jön. Jövöget. Enyém most végre bement 90 alá. 87. Talán átjövünk a kis híd alatt végre. Az egy mérföldkő lenne az életünkbe. Gyere már, már 80 lesz mindjárt. Jó van, elindult szerintem határozottan. Szeretne most már ide kijönni. Tovább tartana te. Végülis igen, mert már abból is ittam. Tehát valószínű, hogy hasonló ízvilágból egy szemernyi menne is vissza. Na adod most a 86, megint mindjárt visszamegy 90-re, én már rosszul leszek komolyan. Ha leszárad az ujjam, mert kontrollerrel nyomom. És... nyomom erőteljesen a bal ravaszt. Te kontrollerezel, Viktor? Nem. Nem. Már a legutóbbi X alkalommal már nem is azzal nyomtad? Na nem, mert megint felvette a potváltást, azt elment tőle halni. Ezt nem is értem. Pikkás, sós ízvilágú te a... havas, szilvás, pikkás, sós megoldás. Valószínű. Jaj, egyébként egy italok kapcsán, gyerekek. Legalább egy éve már, hogy volt egy kicsit üres járat melóhelyen. Írtam Twitch-re, jöjjenek nézni ezt a halat. Jó van, Archimedes, köszi. Szóval képzeljétek el, kiszámoltuk, már nem tudom, hogy mennyi, ne kérdezzetek a konkrét számokat, de kiszámoltuk, hogy a Balatont mennyi szörp alapanyaggal, tehát szörppel kéne föltölteni, hogy a Balaton vízének egy valamennyire már szörp íze legyen, és nem tudom hány millió liter jött ki. De mondom, mekkora reklámfogás lenne ez, ha egy ilyen szörpgyárnak vagy ilyesminek megírnánk ezt, és saját polgári nevemmel bevallom, megírtam a Siónak ezt az ötletet, illetve a konkrét számításokat leírtuk nekik, hogy hány liter szörp kellene ehhez, és hogy mekkora jó marketing ötlet lenne, hogy akkor a Sió mennyi idő alatt, tehát akkor megkérdezzük, mennyi idő alatt tudna lenyártani X mennyiségű szörpöt, hogy akkor a felöntenénk valahogy a Balatont, és milyen fasza lenne, hát nem válaszoltak valamiért még azóta se. Nem hitték el szerintem, hogy valaki ehhez a nevét adja egy ilyen ötlethez. Én megpróbáltam, jót akartam, majd meglátjuk. Egyszer talán csak válaszolnak, vagy lehet, hogy már azóta is azon dolgoznak, hogy valahogy ezt megvalósítsák, hogy szörp ízű legyen a Balaton. Ugye hát egy 2 literes flakonból, vagy nem tudom, hogy indultunk ki, hogy arra rá van írva, hogy mekkora a higítási arány, amiben az jó ízű lesz, tehát hogy kb. Hány pohárnyi vagy üvegnyi szörp jön ki egy flakonból. És azokból a számításokból kiindultam, mert ugye tudni kellett, hogy a Balatonnak mekkora hány köbméter víz van benne. Na mindegy. Most én nem tudom, nem akarom újra kiszámolni, de... úgyhogy keverjük a sós pisit a teával. Ez így most eszembe jutott, hogy akkor melyik íz lenne dominánsabb, de... tudjátok, hogy én ezt kiszámoltam, hogy a Balatont hogy kéne felönteni. Amúgy igen, Balatona nem voltam tavaly, úgyhogy nem kóstoltam. Lehet már akkor felöntötték. Én támogatom ezt az ötletet. Köszi Gábor, nagy arc vagy. Megkóstoljuk a Balatont persze. Ugrunk egy jó hasas vagy arcos a gumimatracról, aztán úgyis nyelni fogunk egy pár liter vizet. Akkor meglátjuk, hogy mennyire olyan ízű. Tehát ebben mondjuk bele kell számolni azt is, hogy esetleg rothadó hullák vagy hasonlók vannak a vízben, amik rontják az ízvilágot, de...
attól már, amit kiszámoltunk, mennyiség garantáltan szörpízű lesz. Közben mindjárt megint 100 méterre van a hal. De jó rossz. Úristen, Viktor. Hát, nem is volt egy ilyen, nem kasztam, hogy bug az egész, hogy nem lebasztam. De hányok. Mennyit kéne belepisilni a Balaton, hogy pisi íze legyen? Na hát most azt nem tudjuk, hogy egy pisinek mekkora... egy X mennyiségű pisinek mekkora higítási aránya, tehát ez már megint más kérdés. Mondjuk szerintem erősebb ízhatása van, mint egy szörpnek. Lehet, hogy kevesebbet kellene belepisilni, mint hogy mennyi szörpöt beleönteni. Meg a Balatonnak előbb van egy kis pisi íze már szerintem, tehát... nagyon sokat nem is kéne rátolni. Csala játék, mondja Erik. Hát ez már tényleg csalás. Soha nem lesz ennek vége, Gábor, figyelj. Nagyon úgy tűnik, hogy... ez a live erről fog szólni. Tehát én is álmos vagyok már. Te hogy állsz, Viktor, álmossággal? Szerintem ezt a halat kifogom, én biztos, hogy megyek aludni. De 97 méterre van még mindig, úgyhogy nem kell félni, hogy ez most fog eljönni. Erről a történetről eszembe jutott, hogy 2-3 hónapja lusta vagyok írni a BKV-nek. Na mi van, Bálint? Hát én is, nekem is van BKV-s kalandom, de most már ezt megvárom. Tehát az elmúlt héten volt BKV-s kalandom. Nem is az én saját kalandom, csak ilyen vérlázító dolog, de majd... elmondom. Hello, Farkas! Szia, Farkas! Farkas. Aha, meg volt már Bobidik, hallod? Legalább 25 vagy 30 perce fárasztom ezt a halat, Farkas. És még mindig 100 méter felett van. Pont említettelek is a live korábbi szakaszában, hogy na majd, ha ezt megnézed, akkor biztos, hogy hozzá fogsz szólni. De hát ezt már nagyon régóta fárasztom. A Lölák Dóron vagyunk egyébként. Archimédes, ezt nagyon köszönöm, de nekem az is bőven elég, ha ti itt vagytok, és nagyon jó szóval tartjuk egymást, úgyhogy tök jót beszélgetünk, meg jól érezzük magunkat, úgyhogy hajnali 2 óra 7 perckor vannak 13-an, úgy nem panaszkodunk. Laci, azt mondja, szerintem a Balatonban nem csak belepisíltek, hanem szerintem már bele is van szarva. Hát, de még hányszor? Nem tudom, hányra voltunk. Amin lépkedtek, az nem iszap, srácok, hanem az mind szar. Horvátországban, azt ott is úszott a visszeteink. Igen? Kula bácsi, ott strandolt? Ki volt fakulva a sósnyékkör, a szar. Az egy boss szar. Nem fogtad ki a boss szar? Jaj, azt mondja, brutál boss lesz, haver, hát nagyon úgy néz ki. Hát már volt 8, már 90 méter alatt is volt, de megint elment. Hát ez nem lesz nagyon nagy, de ez is bent volt. Tehát még viszonylag kijött ki a partig, most meg ilyen 20 méterre nem jön közel. Szerintem bele is van szarva. Hát nagyon szép és jó tó, kedvencem lett, adja a halakat, nagyon szépen, mondja Farkas. Igen, amúgy nagyon tetszik, hogy van ez a félsziget, amin ugye több hely is van, meg ez a kicsi sziget is, tehát jó, jó poén. Kár, hogy a Waldzén a szigetre nem lehet átmenni, meg hát egy csónakos megoldás milyen jó lenne már ebben a játékban, lehetne csónakázni. Nem lehetne, hogy hova fejlődik. Ez a hal kávét ivott Red Bull-lal, vagy mi? Kérdezi EFG, ABCD. Hát én nem tudom, mit ivott, de... kólát mentosszal. Kólát mentosszal, igen. Kilövelt a picsába. Na, a 30 méter van. Ja, Istenem. Semmi vérlázító. Van egy BKV tábla gyűjteményem. Ahhoz szeretnék metrós táblákat kunyerálni. Na, Bálint! De ezt mind legális forrásból szerezted be ezeket a BKV táblákat? Vagy úgy lootoltál, hogy finoman fogalmazzak? Nekem a vérlázító része egyébként az volt, hogy hármas villamos, őrsön szállok föl.
történet a következő. Jön az ellenőr. És legalább... És nem, bocsánat, azt az ellenőr mondja. Szóval az a lényeg, hogy mellette állt egy faszi. Jött az ellenőr, és akkor hát a BKV dolgozó vagyok, meg kollégája vagyok, valahogy így fogalmazott. És akkor ennyit mond neki az ellenőr, hogy jó, de már maga legalább a harmadik, aki nekem ezt mondja, hogy a kollégám, de nem kért tőle semmi papírt, hanem tovább ment. És akkor még jött hozzám, hogy ugye mutassam a bérletemet, felmutattam. Oké. Csak az a vérlázító ebben, hogy az én cetlim, ami nálam út, az 9500 forintba került, én felmutattam. És még én éreztem magam szégyenbe, meg szégyenérzetem volt amiatt, hogy én nekem van bérletem és felmutatom. Ahelyett, hogy mondtam volna egy ilyen mondatot, hogy hát kollégája vagyok, vagy BKV dolgozó vagyok. És utána még egy másik is eljátszotta, aki ott valami négyes székben ült, nem tudom hány emberrel. És az ellenőr vele sem csinált semmit, tehát... Hihetetlen, és akkor ilyen-olyan koszos szakadt csövesek mindenben. Én sajnálom őket meg minden, de... Nagyon durva, hogy én kifizetek 10.000 forintot azért, hogy utazhassak, és én legtöbbször állok, ráadásul tegyük hozzá. Még csak ülőhely se kell nekem. Ameddig bírom, én állok rajta. De... Na mindegy, szóval... Mondjátok azt a hármas villamoson, hogy BKV dolgozók vagytok, ez a lényeg. Farkas, van egy még újabb tó is, a német. De, megvan a Season Pass-ünk, Farkas, játszottunk is, az előző Eurofishing live-unk az a Voltzén zajlik. Na, már egy pár bosztot ki is hoztam. Úgyhogy még, úgyhogy megvan a Season Pass, még ugye egy tó ebbe lesz. Majdnem, hogy több van meg, mint. Boss hal, mi a neve? Nem ennek, hanem amit ott fogtam most. Ja, Waldzén. De Waldzén már rengeteg boss halat megfogott, Viktor, igen. De... Talán a nagy farcok éjtelje majd. Sad Story, ez nem egy Cségó közösség. Igen, hát nem nagyon szeretem én se a Cségót. Hát ha valakit találsz itt, akkor sok szerencsét a Cségóhoz, de... Én nagyon nem vagyok a híve, tehát nekem 10-11 órán van benne kb. Az is úgy, hogy azt hiszem PC gurusokkal, közösen botok ellen kb. De te tényleg sokat megfutál, a legnagyobb ponty vagy harcsa nincs meg neked ott? Harcsa nincs. Harcsa. Zajnának megvan. De itt nagyobban ott talán valami 30, valami itt meg 50. Hát igen, srácok. Jó, mondjuk azt is megértem, hogy egy hölgy volt ez az ellenőr egyébként, és hát... Nem biztos, hogy ilyen erősebb vagy nagyobb testalkatú férfiakkal akár csak szóváltásba is szeretne keveredni, mert nagyon nem megfizetett szerintem az ő munkájuk ahhoz képest, hogy mennyi stresszt vagy mennyi ellenségeskedést kell kiállniuk. De hogy gyakorlatilag nincs a kezébe semmi, vagy nincsen olyan, amivel esetleg tudna ez ellen tenni, ez is vérlázító. Tehát simán járhatna mellettük akár pár security is, vagy ilyen erősebb ember, akik tényleg úgy hatást tudnának gyakorolni az ilyen kamuzókra. Mert például amikor itt a buszon, amivel én járok, bevezették az, hogy első ajtós felszállás legyen, akkor hónapokig ilyen biztonsági szolgálatos emberkék is utaztak a buszon, tehát senki nem mert azt bevállalni, hogy felszálljanak. Most viszont akadozik a játék egy kicsit, nem tudom miért. Nekem is, hát ha most fog el. Igen? Akkor az egy központi lag volt, jó van. Valamit kiírt, de el is tűnt. Igen. Nekem nem ír ki semmit, viszont kétszer egy hát kicsit beakadt. Félig, félig halványan látszott, csak a felirat el is tűnt az a téglalapos. Na akkor neked is beakadt ilyen kétszer. Kb. Jó, akkor nem nálam nem van a probléma. Nekem szöveg nem volt, csak beakadás. Jó. Azt mondja a Farkas, ez lehet, hogy bug és baszik kijönni, ha neki is volt párszor. Hát remélem, hogy nem az. Nos, feljebb vettem a féket majdnem 40-esre, hogy jöjjön már egy kicsit. 40, gyerünk. Tekerjed.
Nekem csak akargatnak is, mert idáig úgy bétonylag ki is jött lassan, de így. Egész estés ráébb lesz a gyerek, ez már reggelben nyúlik át. Már reggelben. Igen, Archimedes, örülök, hogy valaki olvassa a Steam profilomon a szövegeket. Ez egy édesvízi cápa, Laci, igen. Az édesvízi cápák ritka fajába tartozik. Balotoni hack. Ez egy hack, így van. Van a hack. Hackkel a hal. Csalóhal. Csalihal. Már 40-es fékkel fárasztjuk. 43, gyere. Gyere, tesa. Ajaj, ez már felkiáltó jelezik, ordit. Kicsit visszavesszük, az már nem szereti. Lassan a hal evolúciós fejlődés lép, és kimászik a tóból új életet élni Maruetániában. Hogy hol? Maruetánia? Lemaradtam valamiről, földrajzból, vagy nem tudom. Marihuánát olvastam először. Nyilván nem a halak fő tápláléka. Hát én még nem tudom, hogy milyen fajba tartozik, tehát testrészeit, alkatrészeit nem láttam kilógni. De hát ez... Viktor már 100 kilóval lejár lassan. Tehát ez már biztos nem lesz annyi, hogy behozzam, de már most már ki kell fogni. Hát mi az 50 kilósra simán? Hát ebben van akkora? Hát már hányszor mondtam el, hogy igen. 50 kiló feletti harcsa van be. Jó, lemaradtam, elnézést. Vagy hát valamit... Hát nem egyszer mondtam. Dumáltam biztos, csak az lehet. Más nem. Édes jó Istenem, gyere már! Na, 44-es fékkel egy kicsit rábírtam, hogy jöjjön. Ajaj. Hát én se, soha az életben nem tekertem fel addig. De most már itt határozott fellépésre van szükség. Most már 75 méter lett, így kicsit megérezte, hogy akarok valamit. Mondom, hogy gyere már, társvírem, már ne csináld ezt. Farkas, te hogy merre voltál, hogy ilyenkor is fönt vagy, vagy mit csináltál? Live-oztál? Ja, éjszaka dolgoztál most, aha. Tehát a testvérem már tud rólad mindent, tehát ő azért szeret téged nézni, meg én is, ha van alkalmam, nyilvánvalóan. Na, most megint volt akadás, jajajaj, neked is? Útó alkatrészeket. Neked is akadt? Nem. Picsába, nem tudom mi volt. Nekem tetszettek mindig a fényképek, amiket fölraktál Facebookra ilyenkor a M3-asról. A reggeli, hajnali képek, azok mindig nagyon szépek voltak. Gyenge a felszerelésem a halhoz? Hát nem tudom. Azt. Elég jó cuccom van. 124, mit fogtál? Hát falat. De mekkorát baszod? 93 volt. 30 kiló, 96. Jézus. És sima harcsa. És sima harcsa az is. Az enyém is 30 valamennyi volt. Azt a rohadt. Ez durva. Lehet gyenge. Szóval nem hiszem, hogy gyenge. A legjobb botjaim vannak már majdnem, szerintem. Én nem hiszem, hogy túl sokkal jobbat lehet venni. Hát most már az 50 kilós kérdés. Majdnem 20-as szintű vagyok, itt már azért elég sok felszerelés megvan. Ezt meddig fárasztottad? Hát... Nem tudom, elég sokáig, mert mondtam, hogy nekem is lett valami. Jajajaj, emlékszem. Akkor azóta. Tudom, hogy 20 perc volt az is akkor. Aztán elkezdett jönni kifele, ahol mondom valami kis izért. Azt itt meg 20 méternél közelebb nem akart jönni. Azt mondja, sikerül... Mondja? Ja. Ha sikerül kifognak a pesgőt, mondtunk nem, de megizok egy felest, az biztos. Tehát itt előttetek.
Hát az biztos a legnagyobb harcsa. Vagy a legnagyobb pont. Xefan, de pálinkájából. Jaj, szegény Xefan, de vezethetett majd csomót. Viszont jó vendég, nyugodtan hívjátok meg, mert semmit nem volt hajlandó elfogadni. Csapvizet, ásványvizet, azt elfogadta. Enni nem nagyon akart, adtam neki egy csokit, hogy legalább azt vigyel, de azt is itt hagyta a szekrényen, úgyhogy én ettem meg. Úgyhogy nagyon jó vendég, Xefi. És még pálinkát is hoz. Úgyhogy megéri. Link. 54 méter, Viktor. Ez már... A sziget innen soldalma legalább. Nem soká fekszem én is. Igen, szombat reggel végeztem elóval, meg sajna volt egy kis hőemelkedésem. Na, fasza, Ági is hasonló cipőben jár. Pár órája. És remélem nem lesz rosszabb, mert holnap én is nyomnám a live-ot. Farkas. Pont akartam kérdezni, hogy... Mikor lesz mi? Hogy már vasárnap szállatalában vasárnapban két szokott. Amikor van. Na hát reméljük, hogy összejön. Akkor jobb bulást neked is. Így van. A zene is már megöli az agyamat, már olyan szintű, de hát már régóta nem tudtam altabolni, hogy átváltsam. Kíváncsi vagyok a játék órája szerint hánykor kezdtem, mert most van 4 óra már a játékban. De már most 60 méterre ment, megint egy kicsit elindult, hogy feltekerem egy kicsit a féket, hogy meggyőzzem, hogy már pedig erre akar jönni. Akkor majdnem leszakadt. A zsinórod milyen most a boton? Hanyas? Monofil vagy fonot? Hallod? Nem merek megnyomni semmit. Hogy ezt így most megnézem, de majd... Na, szerintem az a fonot 25-ös van neked. Fonot 25-ös? Na, mindjárt majd megnézzük, ha esetleg kijön. Nem van. De múltkor beszéltük van. Igen, az előző live-ban megbeszéltük a szerelést, hogy mi van rajta, meg bot típusát, meg mindent felolvastunk. Még segített is valaki, hogy mit nyomjak meg pontosan, hogy lássam. A Zoltán segített, a fejt Zoltán. Jaj, gyerek. Azt hiszem Hajcsú 13, azt hiszem az a botom. Valami olyasmi van benne, nem tudom a... pontosat most így hirtelen, de hát... Ezzel a szereléssel jó pár nagy halat fogtam, mert de szerintem ilyet még nem. Tehát ez történelmi. Nálam is ez a szopatás, amit itt zajlik. Ez rendkívüli. A másik két botom már régóta vesztegel igazából a vízbe, mert kapás már volt rajtuk. ...53 méter Herbie-nek a kicsi kocsinak a rajtszáma. Különböző mérföldköveket érünk el. 40... 50 alá mentünk. 45. Ha mindenki itt a kajak tűkönő, mindenki a métereket írja. Itt van Viktor, szevasz. Elvágod? Köszönöm. Vágó horog. Az mit jelent? Akkor erre taníts meg. A harcsát azzal? Nem értem. Azzal szedik ki, ha nagyra. Ja, aha. De az hogy működik? Vagy az amit csinálnak? Hát majd tudok én. Nem tudom elképzelni, a part közelben van, akkor alkalmazzák? Vagy mi ez? Hát igen. Aha. De azt így beleakasztják lényegébe pluszba? Hát a kopottya alá.
Aha. Tehát, de ezt valaki, hogy megpróbálja oda dobni, oda célozni neki? Tehát pluszban nem, még... ez egy rendes nagy kampó fele, átszak. Ja, értem. Szállja. Tehát akkor valaki így ráakaszt még lényegében. Hogy meglegyen. Azt mondja, farkas, megszerettem a Fishing Planetet is hallod, nem gondoltam volna, viszont rohadt nehezen adja a halakat, meg állandóan napi jegyet kell venni, szerintem jó nagy baromság. Igen, hát az a baj, ez egy free-to-play játék, tehát megvan a maga free-to-play jellege is ilyen szempontból, hogy ha általában ilyenekkel nem akarsz szenvedni, akkor inkább előbb-utóbb zsebbe nyúlsz és fizetsz. Én most egy Ultimate Fishing Simulatorra ruháztunk be, Viktornak is megvan, de szerintem még az ott el se indította. Elvettem az egyet, elmentem a kettőt. Elmentél a kettő? Aha, fasza. Nem tetszett, elvettem a kettőt, látod? Csodás. Szóval Ultimate Fishing Simulatorra ruháztunk be, még Kickstarteren támogattuk. És az is szépen frissülget. Attól is sokat várunk. Majd akkor akarom bemutatni, hogyha már tényleg olyan fázisban van, hogy érdemes vele jobban foglalkozni. Most még készülget, fasza, nagyon jó. És abban lehet kamerát is váltani, tehát így is nézhetitek, mint ahogy most. Illetve ráváltotok, és akkor a csali nézetből, tehát a halat is láthatjátok a víz alatt. Nagyon jó. Hello Hipper, na, micsoda. Megérkezés. 47 méter lassan kint lesz, így van, mert nekem 37 itt most. 9 óra 3-kor akadt meg a kicsike. Köszönöm szépen, Archimedes, most van 16:42. Úristen, de jó, hogy így figyeltek, és tényleg valaki veszi a fáradtságot, hogy így megnéz. 3 óra egy nap. Uh-huh. Jó, de hát nem tudom, mikor akadt meg. Tehát azt... Most mondta, nem? Igen, 9 óra 3-kor. 3 óra egy nap. Ja, értem, tehát hát akarod váltani rendes számon. Időbe. Aha. Van, hogy vissza lehet. Persze, hát akkor nem tudtam, mi a cél. Hát akkor el kell harmadolni, tehát 9 óra 3-kor, most van 16 óra 46, akkor az 10 óra 3, 11, 12, 13, 14... 7 órája, feladtam, hogy 7 óra 3. Akkor jó 40 perc, mi? Kb. Úgy fáraszthatom. 29 méter. Már egy órája ezt a halat fárasztott. Akkor több mint 40 perc. De a 40 legalább megvan. Látom a kettes botomat. Jaj, Viktornak is az egyik damilját. Pillanatra elnéztünk arra is. Júj. Hallott haver, májusban jelenik meg Russian Fishing 4. Na, azt kell beszerezni majd. Nagyon szép és frankó lesz, ugyanúgy fenekezés lesz meg ilyenek. Meg ha három bottal fenekezel, egyel külön úszózhatsz. De itt is lehet olyat, nem? Ja, ne, ja értem, tehát három bot bent van fenekező, és akkor plusz egy negyedik úszós. Ja, olyan itt nincs. Vágom. Itt is lehet úszózni, de ugye akkor a háromból lejön az az úszós. Értem, tehát akkor a mint amit mondjuk az etető bot, az lehet úszós. Nice. Nagyon jó egyébként, hogy ezekben a pecás játékokban is elindult úgymond így a versengés, mert tényleg ez Eurofishing is fasza, de ami kapzsiság úrá lett ezen a Dovetail Games-en, az undorító. Tehát most kifejezetten büszke vagyok arra, hogy a Season Pass-eket úgy szereztük meg, hogy ilyen 10x euróért. 13, azt hiszem. Így karácsony környékén valamelyik oldalon, tehát tényleg örülök, hogy sikerült így megszerezni, mert annyi hiba még van úgymond a játékban, ez nagyon-nagyon magas ár, az a 37 euró 4 tóér, mennyit eredetileg elkérnek érte, tehát én mint idézőjelesen PC-s játék újságíró, vagy hát PC gurunál újságíró, nagyon nem támogatnám a olyan vásárlást, ami egy kicsit is esetleg mondjuk megkárosíthatja a kiadót, de jó, mondjuk szerintem ez sem károsítja meg, mert ezek már valaha
eladott kulcsok lehettek, és már megkapta a jussát maga a kiadó belőle, tehát ez egy másik gyerektől vettem meg, úgymond, akinek már megvolt. De tényleg örülök, hogy megvan. Konzol és akciós, ja. Nice. Ja igen, most ami Dovetail akció is van egyébként. De hát még ott is sokkal többe kerül, még akciósan is, mint amennyire nekünk sikerült megvenni. Duplája legalább. De tudom, hogy Farkas ő egy ideje átállt a PS4-re. És hát ott sajnos korlátozottak úgymond konzolon ezek a vásárlási lehetőségek. Vagy az alternatívák ilyen oldalakról, tehát azért ott is örül az ember, ha valamennyivel olcsóban tudja beszerezni. Szóval bojkottáltam ezt a játékot egy jó 3-4 hónapig, meg úgy mindenki a társaságomból. De egy, hogy beszereztük a Season Pass-t azért nyilván, tehát érdekelni érdekelt minket, csak elvből nem nyúltunk hozzá. De hát 60 órát belöltünk már addig is, amíg ez a helyzet kialakult. Legalábbis én 60 órát. És azután tettem le és írtam kritikát a játékról 60 óra után, hogy csalódott vagyok. És még konkrétan a Dovetail Games valamelyik fejlesztője is a kritika alá odaírt, hogy hát nagyon sajnálják, hogy ez a helyzet, meg ilyesmi. Én is meglepődtem rajta, tehát Steamen fent van ez az értékelés, és hivatalos fejlesztői reakció is van rá. Tehát látták ők is, gondolom, hogy itt azért, na, nem a levegőbe beszélek. Bazzag, itt van, mindjárt 140 kiló halnál jársz. 11 halat fogtál. Nekem meg ez az ötödik lesz. Mit szólsz ehhez? Elment a hang. Áj, nem merek altabolni, srácok. Most már ezt ki fogom fogni. Vagy merjek? Merek. Itt vagyok. Hallasz? Hallam. Jó, oké, most már én is. Hú, megúsztam. Ki tudtam altabolni. De egy 36 méterre kicsit elment. Növelem a féket, növeljük. De hát most már nagyon rángatja így is. Elbeszéltem az időt, aztán nem figyeltem konkrétan a halra. Annyira hozzászoktam, hogy közben csak így fárasztok. Ráncigáljuk egy kicsit, gyere. Kitépem a szádat, gyere már. Mindjárt bemegy oda a másik sziget mögé és egy kicsit kalandozni. 42-es fék. Hú, de megindult, ezzel kicsit rábírtam a jövésre. Ajajaj. Most kicsit jelez, hogy baj van. Megint akadt nekem egy kicsit a játék. Na gyere ide. Gyere. Kicsit agresszívan lépünk most már fel, mert már kezdem unni, valljuk meg. Ezt a húzavonát. Ott egy hal, tudodok. Az az enyém volt? Harcsa. Harcsa lesz? Te láttad? Én még nem láttam, hogy mi lesz. Jó, gyanítható. Most pillanatra kidug... Ó, bazd meg, harcsa, de még mekkora farka van, már elnézést nem úgy értem. 10 méter. 30-asra levesszük a féket. Jézusom. Ez Moby Dick. Akkor sírok be, ha normál catfish lesz, tehát... Akkor rám fog jönni a sírógörcs, és kikapcsolom a live-ot.
Jó, amúgy is szerintem ezután lekapcsolom a live-ot, mert álmos vagyok. De... ez már... te még fogsz maradni, Viktor? Én is van, megyek aludni ezután, de hát most már gyere már ki, hát besírok. Kezettem a botokat. Igen? Aha. Ja, már csak te is csak ezt várod, hogy ebből mi lesz? Hát... már mondom, ha lenne kapás, se lenne idő, meg egy közepet hagyd. Na gyere már megint 20 méter, hát mi az Isten ez? Jaj, Isten. Mi csodát? Mondom, én csak azt mondom, hogy nagyobb a kivejük, akkor elmegy a bügyó, megszakom, hogy tényleg. Mint elkülöttem, de legyen vele. Bejárja, ez még itt még mindig a félvilágot, gyere már. Gyerekek, ez küzdelem. Nagyon nagyot küzd ez a hal. Próbálok agresszívkodni vele, de nem engedi annyira. Nem, ápasz meg, leakadt! Azt a rohadt! Hát én rosszul vagyok, komolyan mondom. Srácok, sajnálom, de ez leakadt. Túl agresszív voltam, basszus. Bazd meg. Ezt nem hiszem, el hallod? Hát srácok, nem tudom, belefolytom magam itt a vízbe, vagy nem tudom mi lesz. Ilyen még nem nagyon történt velem ebbe a játékba. Hát ezen behűlök. Nem tudom, mit fogtam, de nagyon durva. Na jó van srácok, szerintem megyünk aludni, ezt nem hiszem el. Ezt felhagyom, ezt a live-ot, hogy lehessen belőle tanulni nyilvánvalóan. Itt van Viktor, lógad be. Remélem megakasztod most már. Na ugyanígy jártam én is. Bug! Azt mondja Farkas. Hát... azért nem tudom. Tehát én még... én nagyon agresszív voltam már itt a vége fele. Szerintem. Gyerekek, de legalább láttuk, hogy mi volt. Egy hatalmas harcsa. Hát ezért szenvedtél több mint egy óra. Gyerekek, ilyen az élet. Meg ilyen a peca. Hát így alakult ez most. Sajnálom tényleg. Úgyhogy remélem, hogy azért nem bánkódtok annyira, meg jól elbeszélgettünk, hát én megpróbálom elfelejteni, de hát kisörteni fog olyan drága, édes harcsám. Itt maradsz a lülák durban, majd visszajövök érted. Tényleg. Sajnálom, szétvágtam a szádat a horoggal, de hát. Én most dobnám ki a gépet az ablakon, nem dobjuk ki. Na mindegy, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hát remélem nem okoztam nagy csalódást, de mondom, tényleg legalább megvillantotta magát nekünk a hal. Na jó van. További jó hétvégét mindenkinek, sziasztok, én élveztem nagyon. Csá.